A mi ünnepünk augusztus 20. Egy ország készülődik, hogy szépen, méltóság teljesen ünnepelje augusztus 20-át, Szent István királyunk ünnepét, az alkotmány, az új kenyér ünnepét, és mi úgy gondoltuk, hogy ezen a készülődésen belül mi is segítünk önöknek megismerni, hogy mi minden is lesz majd a nagy napon, és hát úgy döntöttünk, hogy kezdjük a kenyérrel. A kenyér maga az élet, és nagy örömömre szolgál, hogy a Pékszövetség két jeles képviselője elfogadta meghívásunkat, úgyhogy szeretettel köszöntöm Lakatos Tibor alelnököt, és Ligeti András elnökségi tagot. Azt mondtam, hogy a kenyér maga az élet, hát önöknek az életük a kenyér. Egy kicsit kimutatná be nekem, hogy mi is az, hogy Pékszövetség? A Magyar Pékszövetség a sütőipari szakmának az érdekképviselő szerve, több mint 300 tag van a Magyar Pékszövetségnek. Rendezvényeket szervezünk, maga a Pékszövetségnek van egy elnöksége, ami 19 tagú, tehát minden megyében található egy elnökségi tag, aki a régiónak a problémáival foglalkozik, megoldásokat keres a problémákra, és közvetíti az elnökség többi tagjainak, az elnöknek, az elnököknek a problémákat, és így képviseljük az érdekét a szakmának. Mennyire szeretett ma ez a szakma péknek lenni? Hát sajnos egyre kevésbé népszerű ez a szakma a fiatalok körében. Nagyon nagy a szakmai hiányosság, a légszám problémával küzdik a szakma. Több mint 2500-3000 szakmunkás hiányzik most az országból, akik a kenyeret megsütnék, és ezzel a vevőknek az asztalra kerülne a mindig friss pékáró. Azt én láttam, hogy önök nagyon azt szeretnék, hogy magyar kenyér kerüljön a magyar családok asztalára. Gondolom, hogy ennek van egy olyan üzenete, hogy fogyasszuk azt, ami a miénk, ami a magyar. Igen, ebből a célból hozta létre 3 évvel ezelőtt a Magyar Pékszövetség a Végéret, amely az a tagokat ismerteti meg, azokat mutatja be, akik kizárólagos magyar pékségben rendelkeznek, a tulajdonosai is magyarok, magyar alapanyagokat alkalmaznak, magyar emberek dolgoznak, és azt szeretnénk a lakossággal is megismertetni, hogy amennyiben ezzel a védjegyel ellátott pékárót vásárolják, abba a boltba mennek be, akkor a magyar vállalkozásokat segítik ezzel. Tehát akkor maga a bolt is kaphat egy ilyen védjegyet, mint amit önök itt látnak, egy nagyon szép tulipános védjegy, és maga a kenyér vagy a zsömle is viselhet ilyen védjegyet. Így van, tehát maga a pékség pékáró boltnak a bejáratánál tudja elhelyezni az, aki ezt a védjegyet megvásárolta, illetve szerzést kötött a Magyar Pékszövetséggel, és teljesen természetes, hogy a termékeire is fölteheti ezt a védjegyet. Én, ahogy itt tartom a kezemben, kedves nézőink, olyan illata van a kenyérnek, és azt hiszem, hogy érdemes megnézni, hogy milyen állaga van. Rugalmas is, de van súlya, tehát ha fölvágom, akkor majd meg fogom önöknek törni, hogy lássák a belsejét is. Ezt lehet szeletelni, ez nem fog elmorzsálódni, és nem lesz benne luk, ugye? Így van. Akkor tudjuk is meg, hogy ez a finom új kenyér, ez az ország kenyere, ez vajon miből, hogyan és milyen recept alapján készült? Igen, annyi. A Magyar Pékszövetségnek az egyik célkitűzése az volt ezzel a kenyérrel, hogy minél szélesebb körbe tudják gyártani az országban a pékségek. Így az alapcélkitűzés az volt, hogy ne legyen egy túl sok összetevős, ne legyen egy túl bonyolult receptúrán alapuló kenyér, hanem egy minél egyszerűbben, minél jobban a hagyományokra támaszkodó, de egy nagyon finom, nagyon tartalmas kenyér legyen. Így a lényeg az a kenyérnek, hogy abszolút sütőszermentes, nincsen benne adalék, nincsen benne elszám. Az összetevőjét tekintve pedig 10% rozslisztet tartalmaz, és 90% búzalisztet. Ami a hagyományos kenyér technológiát illeti, egy kovászos technológiával készül a kenyér, méghozzá egy 16 órás kovásszal. Ami azért nagyon fontos, mert rendkívül jól ki tudnak alakulni az ízanyagok, az illatanyagok, egy nagyon-nagyon res, ropogós héjszerkezete lesz, egy puha, szaftos, zamatos belseje lesz, és azt gondoljuk, hogy mi ezzel a technológiával, ezzel a kovászos technológiával tudunk a többi
Magyarországon gyártott kenyér fölé nőni. Mondhatjuk azt, hogy eleve a kovászos kenyér az igazi magyar kenyér, tehát régen falun ezt készítették. Teljes mértékben. Azt mondják, és hát ezt biztos önök is tudják, hogy nem is olyan egyszerű a kovásszal bánni. A Pékszövetségnek remek kis kiadvány füzetei vannak, hát én ebbe beleolvasgattam, és ott olvastam, hogy eltalálni, hogy mikor jó a kovász, mikor kell azt. Igen, abszolút nem mindegy, nagyon sok összetevős, tehát nagyon múlik azon, hogy milyen lisztből készítjük, hogy az egy új búzából készült, új búzából őrölt liszt, vagy már egy picit tovább állt a tároló edényekben az a liszt. Nagyon nem mindegy az, hogy milyen hőmérsékleten tároljuk, nem mindegy, hogy mennyi vizet teszünk abba a kovászba, hogy hány órán keresztül érleljük, tehát ez mind a szaktudást igényel. Tehát ezért nem olyan könnyű ezzel bánni, így van. Ez mennyire általános, tehát az, hogy valaki tudja ezeket, érti, attól, hogy pék lesz, mindjárt tudja, vagy még tovább kell képeznie magát, tanulnia kell. Én azt gondolom, hogy ezt mindenképpen tanulni kell. Tehát attól, hogy az embernek szakma van a kezében, attól még ezt nem fogja tudni, ezt meg kell érezni, ez a szakmában eltöltött évek számával egyenesen, arányosan növekszik ez a tapasztalat. Hát általában kenyeret ugye úgy vágunk meg, hogy megkereszteljük. Hát nálam most kés nincs, de én megtöröm ezt a kenyeret, már a hangja isteni. Hallották, hogy ropog a héja, és gyönyörű a belseje. Mit tudunk elmondani az ilyen kenyérről? Ezt, amit előbb említettem, hogy a kovász az alapja, ami nagyon fontos, hogy a benne lévő rozsliszt, az a 10%-nyi rozsliszt, az már a kovászban van benne. Tehát a 16 órás érésnél az a kovász már ott van. És miért jó a rozslisz? Más ízt ad neki? Egy picit tartalmasabb, egy picit magasabb a rozstartalma, egy picit magasabb a ásványi anyag tartalma, egy picit több antioxidáns tartalmaz, tehát ettől még értékesebb lesz a kenyér. Nagyon szép, rugalmas. Ugye azt ígértem, hogy nem lesz benne luk, hát ebben nincs. Rugalmas, és tényleg visszaugrik. És hát még az ízére lennénk kíváncsiak, hiszen a kovászos kenyérnek eleve más az íze. Amíg én kóstolgatom, addig önök meséljenek. Igen, ezt az ízét a savfokat áldozza meg, tehát attól lesz ilyen kellemes, ha megillatozzuk, ugye úgy szoktuk megvizsgálni a kenyeret, hogy összenyomjuk, és hogyha összenyomjuk, akkor ugyanolyan mértékben kinyílik. Azt jelenti, hogy jól megsült a kenyér. Hát ez kinyílik. Ez kinyílik, tehát nem ragad össze. Nagyon fontos az, hogy az illatát pedig a savtartalom, amit a kollégám is mondott, a kovászból adódik, hogy a savtartalom adja azt a kellemes illatot, ezt az ízét a pékárónak, a kenyérnek. Illetve ez a savtartalom az, ami megvédi a kenyeret, tehát ez egy védelmet biztosít a kenyérnek. Ettől lesz másnap, harmadnap is fogyasztható a kenyér, ettől nem fog másnap penészedni a kenyér, ettől lesz úgymond egy természetes tartósítást adunk ezzel a kenyérnek. Hát igen, mert ugye megveszük a gyönyörű kenyereket, és szeretnénk, ha egy jó pár napig még szelhetnénk belőle. Mivel foglalkoznak még? Most megismertük, ez most a finom kenyér. De én láttam a kis ismertetőkben, hogy más, például rongyos kifli, amit alig-alig hallani, már a neve is gyönyörű, tehát ezek szintén ilyen hagyományőrző fogalmak és termékek? Igen, a Pékszövetség a kenyéren kívül levédette 5 termékét, ami hagyományos termékek közé tartozik. Ugye Európa Uniós védett lett az idén a tepert és pogácsát, tehát ez is szerepel a prospektusban, a fonott kalács, a rongyos kifli, ami a régi időszaknak a terméke. Tehát próbáltunk egy olyan 5 terméket levédeni, illetve ismertetni, amit minden védjegye rendelkező pékáróboltban lehet vásárolni, és azonos feltételekkel, azonos körülmények között gyártják, azonos az íze ezeknek a termékeknek. Na most, az új kenyérnek mi lesz a sorsa? Hol fog először bemutatkozni, amellett, hogy ugye a sajtó már megcsodálhatta? Igen, a parlamentben már ugye bemutattuk ezt a terméket. Csütörtökön, holnap után lesz a Magyar Ízek utcájának a sajtó bemutatója, ott szintén bemutatásra kerül, illetve augusztus 20-án a Magyar Ízek utcájánál, a Klarkádán téren, ott lesz folyamatosan 10 pékség, illetve a Magyar Pékszövetségnek is a standján lehet majd kapni ezeket a termékeket. Tehát lehet kóstolni? Lehet kóstolni, meg is lehet majd vásárolni augusztus 20-án a rakparton, és onnantól kezdve, amely pékség szerződést kötött a
Magyar Pékszövetséggel, megkapja a receptúráját, megkapja a védjegyet, és gyárthatják ezt a terméket. Önök személy szerint esznek kenyeret? Igen, én fogyasztok kenyeret. Én minden reggel. Tehát nincs az, hogy jaj, már annyit sütöttem, hogy már rá sem bírok nézni. Szerintem a hagyományos magyar konyhához, ahhozokhoz, az ízekhez elengedhetetlen a friss kenyér, akár a friss fehér kenyér is. Azt gondolom, hogy mindent, amit mértékkel fogyasztunk, abból gond abszolút nem lehet. Természetesen fontos az, hogy változatosan, de mindent mértékkel fogyasztva abszolút egészséges. Hát jó minőségűt, amivel igen, kezdtük, hogy ez a kenyér nem lehet egészségtelen, hiszen nincs tartósítószer benne, és minden alapanyaga a szervezetünket szolgálja. Gyönyörű címert viselnek mind a ketten, ez a szövetségnek a címere? Igen, a Magyar Pékszövetségnek az egyenruhája, amely... Én két oroszlánt látok, ez így van? Így van, ez a Pékszövetségnek egy régi jelképe, amelyeket a fölkerültek a ruhákra. Gyönyörű egyenruhájuk is van. Ez azt jelenti, hogy önök egy jó kis összetartó társaság. Igen, úgy gondoljuk, hogy ezt a szakmát képviselni kell minél szélesebb körben. Ezt másképp nem lehet, csak információt cserével megbeszélni a problémákat. Van feladata a Magyar Pékszövetségnek, hogy tudjuk a 22 000 pékenek az érdekeit képviselni, hiszen a szakmában több mint 22 000 dolgoznak. Hát én nagyon örülök, hogy eljöttek, annak még jobban, hogy augusztus 20-án akár önök is megkóstolhatják, megcsodálhatják a kenyereket. Én, mit mondtunk, a Clark Ádám téren? Clark Ádám téren leszünk, igen. Már délelőttől, 10 órától? Már délelőttől, és illetve a Magyar Ízek utcájában több sátorban is lesz 10 pékség, ott is meg lehet kóstolni, illetve a szeretettel várjuk a látogatók a Magyar Pékszövetségnek a standjára, ahol megkaphatják a kiadványokat, és szakmai kérdésekre is fogunk tudni válaszolni. Akkor én csak azt tudom önöknek tanácsolni, hogy augusztus 20-án kezdjenek a pékeknél, illetve maga a Pékszövetség standjánál. Nagyon sok szép dolgot fognak ott találni. Önöknek pedig nagyon-nagyon köszönöm, hogy eljöttek. Mi köszönjük a meghívást. Köszönjük.